Sziasztok, Arnold vagyok. Ez itt az én 2005-ös GTI Golfom. Március 13-án volt 3 éve, hogy megvettem. Péntek 13-án vettem, de ez nem tantanított el tőle. Van, akinek szerencsét hoz. Ja, hát nekem mondjuk, hogy hozott is, nem is. Nem ilyen autót kerestem. Előtte egy régebbi dízel Fiatom volt, de ahogy elkezdtem dolgozni, kerestem viszonylag jól. Úgy gondoltam, hogy ideje beszerezni valami komolyabb autót. Szempont volt, hogy benzines legyen, és minimum egy ilyen 150 lovas. Mert turbós, szívó, az mindegy. Ebben a videóban Váradi Róbert autóját fogjuk lekérdezni. Hogyha ti is leszeretnétek kérdeztetni egy autót teljesen tényleg ingyen ajándékként, akkor nyomassátok komment alvásszámot, én pedig a következő videóban ki fogok választani random egyet, és megosztom veletek a lekérdezési eredményt. Nyilván mindegyik autót nem fogom tudni lekérdezni, viszont 20% kedvezményt tudok adni a lekérdezés árából a Darkfly kuponkóddal, vagy pedig a leírásban található linken keresztül, úgyhogy csapassátok, amíg tart ez a lehetőség. És akkor itt is van Robinak az autója, sajnálatos módon sérülés jelez, amiről nem tudom, hogy tudott-e a tulaj. Használat, illetve lopásban nincsen gond. Kilométer-óra állás, hát az sajnos nincsen jól vezetve. Egy bejegyzés van 416 ezer kilométerrel, pénzügyi státusz ugye az érvényes műszaki, Szlovákia, ezek szerint akkor gondolom, hogy szlovák az autó, és itt pedig a sérülés, ami hát 2010-ben, hát azért ez durva, 1,4 millió, értem én, hogy német autó, de ez már szerintem kicsit erős, tehát itt van egy másik sérülés, 30 ezer forintért durván, na az tényleg egy kicsi koccanás. Itt vannak ugye az alapműszaki adatok, majd az idővonal, ahol szépen végig tudjuk követni, hogy tulajdonképpen mik is történtek az autóval, ugye a gyártás, regisztráció és akkor a sérülések. Majd egyébként azután a sérülés után el is adták, és újra összetörték 2 év után, majd megkapott egy új műszakit 2021-ben. Hát remélem, hogy tudtam segíteni. Ami először nagyon megfogott, az egy BMW E46, ugye 330 CI, gondolom sokan vannak rá. Akkor se volt olcsó, de nem volt olyan áron, mint most. Viszont nézegettem interneten, írtam kereskedőknek is, és kb. 3 kereskedő is azt mondta, hogy E46-ot felejtsek el. Tehát azért azt nem hoz be külföldről, mert mind száralva, rohadva, meg se nézik, nem. Akkor nézegettem egyes Leon Cupra-kat, amik nagyobb, kicsit régebbi autó, mint ez, mégis nagyobb, ilyen áron mozogtak. Ugye ez egy kicsit erősebb. Hány lógyárulag? Ez 200 ló és 280 Nm. Egyébként nincs módosítva, tehát a motorja az tudomásom szerint nincs rajta semmi csíp vagy ilyesmi. Azt nézem, a kipufogó is teljesen a... Igen, hány gyárvég, ugye, ugye volt rajta egy ajlag ilyen krómvég, de már annyira rozsdas volt, hogy levágtam róla. És hát terve van rajta valami másik, kicsit nagyobb. A vásárlásra visszatéve, ahol dolgozok, ugye mondtam a kollégáknak, hogy milyen autót szeretnék, nagyjából mik a kritériumok, és megelmítettek tőlünk körülbelül 20 km-re egy városba ezt. Egész Szlovákiában a legolcsóbb 5-ös GTI volt. Az veszélyes. Igen, igen, én is így voltam vele. Tehát nem az a 1-2000 eurós kategória volt, de ugye jó 1500 euróval olcsóbb volt, mint a többi. Még aznap este, elmentem este, tényleg lampával néztem, ma tudtam, hogy a legrosszabb, tehát este nem nézünk autót, mert nem látsz rajta semmi hibát. De ugye fekete, azt is este még jó. Jó. Gyorsan rákerestem még munkába, hogy mik a tipikus hibák, mikre lehet figyelni, rozsdapontok, mik az intőjelek, hangok, ilyesmik. Megnéztem, ugye első dolog, illesztéseket átnéztem, ugye azon egyből látszik, hogyha volt törve. Illesztések szépek voltak, rozsdapontokat néztem, sehol nem volt, és ez most is így van. Amúgy olaszországi. Teljesen rohadásmentes? Igen. Küszöbb itt elején, ott se, semmi? Semmi. Ott azért szoktak? Igen, igen. Igen, ajtókaja szokott, mind a négy. Ugye a küszöböknek az eleje, a első sarvédőnek az alsó sarka, illetve az első sarvédő ívnek a teteje, mert ott is ugye, ahogy van az a perem, ugye megáll benne mocsok, és ott elkezd rohadni. Ez sehol. Tehát még a futóműben is csak ilyen apró kis barna pöttyök vannak, szóval semmi. 2019-ben lett behozva Olaszországból. 2020-ban vásároltam, kb. Hasonló korú illetőtől. Mielőtt tovább megyünk, hadd adjam át a minden tulajnak járó Marco Martelli által biztosított illatosítót. Szuper, köszönöm szépen. Ez mindenkinek jár, ajándék. Király, köszönöm.
Ugye a sasznak hát szüksége volt úgymond pénzre, ezért adta viszonylag olcsón, viszont így is majdnem fél évig árulta, és elvileg a kutyát nem érdekelte. TSI sem kicsit csörög, ilyen dízelesen, de amúgy nem volt semmi gyanús hangja, tényleg rozsdamentes volt. Amúgy full gyári volt az autó, a középdob hiányzott belőle, amikor megvettem. Gyanús volt, mert tudom, hogy ezeknek gyárilag nincs semmi hangja, szinte. És amikor jött, akkor egyből feltűnt, hogy azért van valami hangja. Na mondom, legalább mondjuk ez pozitívum. De így minden gyári volt rajta, semmi nem volt rajta változtatva, rádiótól kezdve minden. Ott néztem, mondtam, hogy azonnal kell. Egyből engedett egy jó 400 eurót az árból. Mennyi volt az egész autó? Ez 4500 euró volt. És abból elengedett? 4900 volt, és 4500-é. No. Nem vagyok jó alkudozó, ugye, kicsit ilyen nincs annyira pofam ehhez, de 4-9 év volt feltéve, azt mondta, hogy nem akar nagyon arcadozni, húzni az időt, 4-5 alatt nem adja. Így nyújtottam a kezemet, kell, viszem. Ez fullos. Úgyhogy ez volt szerdán, pénteken hoztam is el. Kicsit poros, ez december óta adja abból a garázsba. Addig jó, poros és nem olajos. Alul egy picit az. Itt már látszik kicsit, itt is full gyári volt az egész. Az én kezem munkája a sportlékszűrő, a Rache piros kábelburkolat. Valamit dob azért a dizájnon a sok feketeségtől. Illetve lefújtam feketére a kupakokat a hűtőfolyadéktartalynak és a ablakmosónak. Szebb, mint kéken. Illetve még lefújószelep volt az autóban. Ami gyar légszűrővel csak itt-ott lehetett egy pici sziszenést hallani. Ezzel ma tüsszög. Nem tudom, hallottad-e, amikor jöttem? Kicsit. Igen, nem? Kicsit. De majd meghallgatjuk. Jó. Tavaly januárban történt. Komáromból jöttem hazafelé. És egy 70-es szakaszon jöttek szembe autók, ugye már ilyen sötét volt nagyjából. Elment a szembe jövő autó, bal oldalról arc alatt egy őz, és ezt így 70-nel elkaptam. Tehát ott kihagyott a szívem egy-két ütést, ez biztos. Kiszálltam a kocsiból, melyek az autó elé, láttam lampa betörve, rendszám ugye az elrepült. De nem jött be az ablakon akkor. Nem jött légzsák semmi, szóval így az autónak a bal elejével kaptam el. Ugye csak ilyen kis őzike volt, 70-nel mentem, szóval nem volt egy nagy ütés. Bal első lampa betört, a hűtőrács az darabokra tört, pedig gyári volt ugye, és ez olyan rugalmasabb műanyagból van, de az darabokra tört sajnos. Mind a Volkswagen, mind a GT logó szintén. Ezeknek egyébként 50-50 euró darabja. Mert csak ezek a gagyi AliExpress-esek vannak, vagy a gyári. A lökhajtó szerencsére nem sérült, annyi, hogy ugye itt kaptál nagyjából az őzet, és ezen a területen ilyen csillag, vagy ilyen kör alakban úgy megrepett rajta a festék, így minden irányba. Ez ugye a darabokra tört. A lampát az benyomta egy legalább 6-7 centit, úgyhogy az első homlokfalnak van egy hasonló kialó részét a lampa alatt, ami a lampa tartja, az letört. Úgyhogy emiatt ki kellett cserélni az egész homlokfalat. Két új lampát kapott, gyári hella, viszont már nem kapni olyat, amiben a kis Volkswagen logó van itt középen. Kapott egy új hűtőrácsot, két új logót. Itt látszik egy picit, hogy a kapota és a motorasszetőt egy kicsit meghajlította, úgyhogy itt így kitört, úgymond, tehát picit így meggörbült. Tavaly ősszel lett teljesen megcsinálva, meg itt ezt a két részt itt lehajlította. Ezt nem is értettem, hogy? Akkor nem cseréltetek, hanem megcsináltak. Nem. Az volt terve, hogy veszek egyet, és akkor vagy színbe passzolni, bár... Na figyelj, hogy tök jó megvan viszonylag. Csinál. Igen. De feketéből is talán kétféle fekete szín van, és talán ez a ritkabb. LC9Z talán a színkódja, ez ilyen metal fekete. Napsütésben szerintem egész szépen csillog. Kikalapaltak, és le lett fényezve komplett az első motorasszető, az első lökhajtó, a hűtőrács, a hátsó lökhajtó, de az más miatt. Ami nekem köszönhető, kapott egy Edition 30 első toldatot. 5-ös GTI, volt egy 30 éves évfordulós kiadás. Annak van egy kicsit másfajta első toldata, ugye a gyári GTI, az itt ugye így befele gömbölyödik minden irányba, itt pedig egy picit kifelé, oldalon sokkal egyenesebb, szóval kicsit ilyen alacsonyabbnak tűnik az eleje tőle, szerintem. eBay-es, úgyhogy egy picit elal. Belefér.
De gyári ugye horror aromban, szóval muszáj voltam így. AliExpress-es futóindex a tükörben. De ez jó legalább, mert nem látszik, nem szeretem, amikor, vagy hát nem tudom, nyilván a személyes... szakaszok, vagy mire igen, gondolsz? Igen, 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 a személyes ízlés, de én nem szeretem, amikor látszódnak a konkrét... Amikor szaggatva. Konkrét LED, igen, diódák igen, látszanak. Sokan, akik ismerik ezeket, az egyből kiszúrja, AliExpress-es cucc, de szerintem nem annyira gagyi, tehát sokan mondják, hogy gagyi, szerintem nem. Sokkal jobban néz ki, mint a gyári, mivel a gyári, az teljesen króm az egész, és itt a végén van oldalon két lépcsőt, meg itt egy. Uh-huh. Szóval ez a kis sarok villog, viszont az egész nagy króm, és szerintem így full feketén sokkal jobban néz ki. És egész jól látszik ahhoz képest, hogy fekete, műszakén nem szóltak érte, eljel benne van, de nálunk nem veszik annyira szigorúan. Szóval ha jól veszem ki, így az autós kultúrát Magyarországon és nálunk Szlovákiában, uh-huh. itt sokkal szőrözősebbek a rendőrök. Tehát nekem nem ez a tapasztalatom, tehát engem talán háromszor állítottak meg ezzel az autóval. Itthon vagy nálatok? Itt Magyarországon. Amint, itt, ja. Itt Magyarországon háromszor állítottak meg, semmi úgy, hogy most lekaptak volna, hogy valami, csak simán aligattak, és eddig mindig csak megdizsérték, hogy szép, és ennyi. Pedig akkor még sokkal hangosabb volt, de erről még mesélek majd. Nálunk főleg a városban, ahol lakom, uh-huh. hát ugye mivel elég komoly hangja volt, ezért hát nehéz volt megállni, hogy csak szépen papasan járkolják vele, ezért időutom csak úgy megoldottak azért is, hogy kapják egy kis fejmosást, hogy hagyjam abba. Eddig lekopogom, még semmilyen büntetést nem kaptam az átalakítások miatt. Ugye az autó alatt van egy A-Buck ültetőrúgó, az 20 mm-t ültet rajta. Próbáltam, és először csak így kezdésnek akartam, hogy nem porig ültetni, olcsó volt, 120 euróig meg tudtam venni, igen, a igen, négy darabot. Ez szóval... tényleg ilyen teljesen észszerű, szóval ez, igen, igen, ez igen. Csak ilyen pont éppen sportos, és akkor no. Úgy jól áll neki. Igen. Gyarlag se volt annyi magas, de így még olyan elmegy. Így is lett, tehát a küszöbb is és az első dolgot is azért le szokott érni, ha épp kicsit nem figyelek, uh-huh. de még semmi ilyen komolyabb nem volt. Akkor nálam, ugye a gyári GTI félnik voltak rajta, az a klasszikus ötlyukú. Nem volt rossz, főleg amikor mész vele, úgy lassan gurulsz, akkor olyan érdekesen néz ki, az a öt nagy luk. De nekem a ER11 az, tudom, hogy elcsépelt kerék, már nagyon. Japán részénkét is sokan leszólják, mint Markot, hogy olcsó kerék, tucat kerék, stb. Nem tudom, szerintem a ER11 az nagyon el van találva. Nem horror arom van. Hallottam hideget, meleget, hogy mennyire erős. Mert sokan mondtak, hogy első úton felraktak a félnét, bementek egy gödörbe, elrepett, kész. Nálam ma kapott olyanokat, hogy nagyon szégyeltem magam, hogy nem vittem észre a kátyút, de semmi baja nincs. Szóval... A közepe ennyi. Egyébként azt nézem, hogy az első hátsó felni közép az miért más? Igen. A hátsó az a gyári, a ER11-hez való. Viszont... Nekem jobban tetszik az, hogyha ilyen simabb, mint az elől van. És vettem ebből egy szettet, viszont még az elsőből csak így könnyen ki tudtam venni, és visszatettem ezt, addig a többi nem jön ki csak így kézzel, úgyhogy azért vagy csak az kicserélve. Ezt kutya nem vette még észre, hogy nem egyforma. Hát... Pedig... Na. A kirés cserélve persze, csak... A gyári felni szintén 18-as volt hozzal, 7,5 széles, LT51-jel, hát eléggé bent volt a kerék, ugye, főleg hátul, és hát mi néz ki jól egy autó, a terpeszt viszonylag. Elég sokat számolgattam, hogy mi férne el, mi nem, mert sajnos a 4-es Golf normál nem, de így az 5-ösnél pont a nyomtav elég széles a karosszérához képest, szóval nem lehet rá olyan nagyon szép konkav vagy nagyperem és kereket tenni rá, viszont én mindenképp ilyet akartam. Úgyhogy kapott egy 18x8,5-es LT40-es felnit. Látványosat akartam, ezért lett aranyszínű. Tehát szoktak szubarúzni, hogy azt kopírozom vele, másolom. Hát még ha kék lenne a kocs. Igen. Más is szoktak rá mondani, de azt inkább nem említem, hogy milyen stíl.
de szerintem jól néz ki, az emberek nagy részének tetszik, elég messziről ki lehet szúrni, hogy én vagyok az, vagy jön valami nem épp hétköznapi, amin egy 5-ös golf lehet, nem hétköznapi. A gumik azok gyári méretűek, 225-40 R18, Pirelli P0, elől és hátul, és bár a típus megegyezik, az első nagyjából 10-12 ezer kilométert bírt, és cserélni kellett. Úgyhogy az első kicsit más mintázatú, de amúgy a típus az ugyanaz. Szerintem árérték arányban jól tapad, és nem is olyan vészes mondjuk egy Pilot 4S-hez képest. Tavaly kicsit keveseltem rajta a féket, és sokan mondtak, hogy ugye erre egyből rá szoktak rakni vagy az R32-nek, vagy hasonló Volkswagen koncernes autónak elől a 345-ös tarsaját, ez ugye a 312 gyarilag. Sokan mondtak, hogy nem éri még annyira belefektetni, inkább egy komolyabb tarcsa és betét megoldja a dolgot, illetve fékcső, ami elég fontos. Ezért kapott körben egy LBC Mart tarcsát, Yellowstar betétekkel, ezt ha jól tudom, ilyen félkerámia kompozit, illetve kapott LBC fém fékcsöveket, ahol gumi lenne gyárilag, LBC fékfolyadékot, jó. Most már inkább a gumia gyenge pont, nem a fék. Tehát inkább a gumi csúszik. Hátulra kapott egy Maxton Design alsó lökhajtó toldatot, ami az R32-es Golfok dizájnját követi. Tehát, hogy ilyen mélyebb rajta ez a diffúzor rész, illetve van ez a két fényészverő, viszont nem középen van a kifogó, hanem oldalt. Ez is viszonylag ritka volt, most már elég sokat látok belőle. De nem akartam ezt a két középsőt, mert nagyobb a GTI Golfból is több van, amint középen van, mint oldalt. Tehát, hát most már igen. És ez igaz a diesel golfokra mindenre, hogy mindig azt rakjakra. Hát ahhoz képest ez ritkabb, úgyhogy ezért választottam ezt. De nekem jobban tetszik a oldalon dupla kifogó, mint középen. Dark Sherry-nek hívjak ezt a hátsó lampát. Ez szintén az Edition 30-akon, vagy hasonló kicsit a limitáltabb kiadásokon van. Ez ugye kicsit, ez a piros részlete sötétebb, mint a sima lampon. Szerintem fekete autón biztos, hogy azért dob rajta. Kapott ugye ablakfóliát, a legsötétebb oldalt, hátul egyel világosabb. A hátsó ablak tőle azért hiányzik, mert mivel 5-ajtós karosszíria és ilyen gömbölyű a segge, ezért iszonyatosan vákumszerűen szívja a mocskot és a port kegyetlenül. Nem tudom, hogy neked a Prius ilyen, az is gondolom olyan. Nem használtam sokszor, ha mocskos, ugye úgyis összekarcolja még az üveget is, úgyhogy inkább le akartam szedni. Viszont amit vettem hozzá a lakdugót, azt elhagytam, úgyhogy azért nincs még berakva, úgyhogy egyelőre ilyen kicsit bénan, de... Gondolom sima fekete a lakdugó. Igen, ilyen fényes fekete, mint az ablak, hogy ne lehessen látni. Csak jelenleg nem jó, tudom, mert van ilyen színes mindenféle, legfőképp színes, a Hondákon látod meg ilyenek. Mert csak sima műanyag, ilyen púpos, csak kupak. Például. De ez olyan, amit be kell ragasztani, és teljesen színben van, fényes is, úgyhogy a legkevésbé látszódjon. Ugye amikor megvettem, akkor a középső dob volt belőle kivágva, de nagyon igénytelen módon, csak fogtak a hátsó és a középső dobot, csak azt a részt kivágtak, és egy keskenyebb, tehát azt hiszem 65 mm-es ennek gyarlaga az átmérője kifogónak, és egy kb. 60-as csövet behegeztettek oda, nagyon gany módon, ráadásul úgy, hogy mivel a cső, ami előről jön, és ami hátulról kimegy, az nem egymással szembe van, hanem kicsit eltolva, és mivel csak egy egyenes csövet odahegeztettek, ezért folyamatosan feszült a kifogó egy kicsit. Úgyhogy ehelyett kapott egy rendes méretre gyártott kiváltót, illetve már most nincs az autó alatt, de volt alatt egy 76 mm-es downpipe, katalizátorok nélkül. Sose nincs alatta? Hát az eladását fontolgatom az autónak, és ugye ezeknél sajnos az van, hogy bármennyi pénzt losolsz rá, egyszerűen nem fog többet érni, tök mindegy, hogy mennyi pénz van benne, esetleg egy picivel többet ér, hogyha a dupla van benne, akkor egy vittem én 20%-kal többet ér nagyjából. Feltettem egy merészebb áron, ugye felnikkel mindennel együtt leírtam azért. Van pár dolog, ami elég ritka állapotban van ezeknél, ugye tetőkarpit szokott lógni ezeknél, ezen semmi. Ülés ki szokott szakad,
ki szokott lenni szakadva, mivel ugye ilyen kadlóülés van benne, ezért itt a sofőr ülésnél baloldalt, a kibe szalastó ki szokott szakadni, ugye? Ez majd minden autónál, az, igen, az igen. Tényleg amelyikben és, sportülés van és oldaltartás. És ebben nem, semmi. Épp hogy talán boly, hogy egy kicsit a szövet, ennyi. Aha. És miért, mit akarsz helyette venni amúgy? Ha már így szóba osztott, hogy eladod? Hondas leszek, maradjunk ennyiben. Na, tényleg? Rátapintottam itt a színes Honda sztorival. Nem Honda fáj vagyok. Hát, egy kicsit túlmegy a kereten sajnos. Aha. Első autóm egy E36-os BMW volt. Kombi, 18 éves voltam, tetőre raktam 4 hónap után. Úgyhogy ilyen 110-nél forogtam kettőt a Santoson. Az jó. De erős autó, tehát, tehát nem maradt egy épp eleme, tehát nem tört úgy totalkarra, hogy mondjuk ahhoz lapig bement az eleje, vagy ilyesmi, csak egyszerűen minden alkatrész, minden karosszélem össze-vissza horpadt, a tető, de tényleg egy puppal a fejemen, és egy valgassal a kezemen kiszaltam belőle, szerencsére kerekén alt meg, a kezemet is csak az vágta meg, hogy ahogy pörögtem, ugye beütöttem a kezemet a széttört szélvédőbe, ajtó kinyílt, kiszaltam belőle, saját lába jött ki, a szántóföldről az útra. Annyi, hogy a jobb első sarvédő annyira behorpadt, hogy az egész kerék látszott. Annyira bement. És azt ki kellett feszíteni, hogy tudjam tekerni a kormányt, de amúgy saját lábán kiment, pöcre indult. Hát ezek a 36-ok, na hát most. Nagyon, és gondolj bele, második tulajos autó volt. Volt benne 260 ezer kilométer, és 400 euróért vettem. Uh-huh. Gondolj bele, mennyi mennek most a 36-ok. Ja. Láttam, ugyanez 1.8i elég ramagy alapotban, nálunk 3000 euró nagyjából. Így, kombi, minden. Az is fekete volt, szürke belsővel, két zónas digitális klíma. Aha. És akkor utána jött ez? Nem, utána volt egy Fiat Mariam, egy kék színű kombi. Azzal voltam az egyik találkozótokon is. Nem volt sok, de voltam az egyikén. Aha. Az tényleg olyan autó volt, hogy ezt tényleg tankoltam, mentem. Tehát annak kocsinak kutyabája nem volt soha. Olasz autó, régi autó, rohadt rendesen, tehát tényleg az ajtó aljon így alt nyúltam. Király. Brutál volt, viszont tényleg mínusz 20-ba pöcröv, 1.9 JTD motoros volt, 105 lovas. Ment is szépen, nem kért sokat tényleg, tehát kényelmes volt, nagy kék plüss fotelek voltak benne, iszonyat kényelmes volt, és a plüss karpét miatt télen se volt hideg, tehát nem az, mint a szövet vagy a bőr. Kombi volt az olyan, mint a pick-upoknál, hogy a lökharítót le lehet nyitni, ja, és akkor tehát szállításra, zseniális. Ötös láttam először ezt a megoldást. Igen, itt a lökharító olyan, az egész lökharítónak közepe így lefordul. Aha. Tehát, és akkor utána és utána jött ez, igen. Aha. Na és ezután milyen Honda? Ha publikus, ha nem, akkor... Nem publikus, hogy Honda lesz. Okay. Ma nagyon rám ragadt az, hogy németes vagyok, német autó fan, pedig nem. Tehát egyáltalán nem vagyok markahű, mint sokan mondják, hogy ugye... Hát most ugye Volkswagen for life. Egy BMW, egy Fiat, egy Volkswagen után egy Honda, tehát igazából erre... Igen. Én nem vagyok végképp ilyen. Tehát én minden típusban meglaltam azt, hogy mi a jó, mi a rossz. Tehát ötös Golfot is nem vinnék. Na mi a rossz ebben? Simán. Minden kocsinak van rossz oldala egyébként. A küszöbb rohadás például. Hát igen. Igazából egy hibát nem tudnék rajta mondani, hogy most miért adnám el, mert lenne egy nagyobb hibája. Bár a motor nem produkál semmi hibát, de azért benne van a félsz a jó kis TSI motoroktól. Hát igen, kormosodás meg ilyenek. Igen. Ez még a elvileg jobbik fajta, tehát ez nem TSI, hanem TFSI, hogy egy kicsit valami más benne. Azt mondják, hogy megbízhatóbb. Ugye ez még az első generációs kétliteres TFSI-nek számít. Ez melyik évjárat? Amúgy, 2005. 2005-ös. És ebben kétféle motorkód van elterjedve. A BVA és az AXX. Elvileg a BVA-t mondjak jobbnak, de ahogy csoportokban mindig előjön ez a vita, hogy mi jobb, miért jobb, nem tudtam kivenni belőle egyértelműen, hogy most miért egyik jobb, miért másik. Az AXX-et azt hiszem jobban olajzabalósabbnak mondják. Ebben van igazolhatóan 231 ezer kilométer, 205 ezerrel vettem én.
Szóval 3 év alatt ez a 25-26 ezer, az nem mentem vele nagyon sokat. Két olajcsire közt, ami nekem van 8000 kilométer, ha sokat rúgom, akkor fél liter olaj megy el. Úgyhogy szerintem az végképp semmi. Majd a kommentelők majd megmondják, ja, hogy mi a különbség, igen, melyik, igen, a jobb, igen, valójában. Ja. No, tehát BB-ot mondjak jobbnak, ezt olvastam akkor is, mikor megvettem, és mikor láttam a forgalmit, hogy AXX, de mivel nem volt semmi baja, olcsó volt, vágjunk bele. Uh-huh. Ugye egyből azzal kezdtem, ugye egyből vezérléscsere, ugye vezérmű szíj és vezérmű lant is van benne. Ugye vezérmű szíj a kipufogó oldali vezérmű tengelyt hajtja a motor bal oldalon, és a jobb oldalon pedig egy kis lanccal van összekötve a szívó oldali vezérmű tengelyjel. Azért, mert ebbe is van a kipufogó oldalon ilyen vezérlés állítónak, lehetne ezt mondani, okoskeréknek hívják ezeken, hogy azt hiszem, hogy a emissziós normák miatt van ez, hogy bizonyos fordulaton talán átállítsa egy kicsit a vezérlést. Tehát nem egy Honda VTEC, tehát nem kell erre hasonlítani, nem megy tőle jobban az autó, vagy ilyesmi. 4000-től van egy kicsit más hangja, lehet, hogy akkor volt, annyira nem értek hozzá. Tehát volt egy vezérléscsere, szíj, lanc, lancfeszítő, vízpumpa, termosztát. Na, a termosztát is olyan, hogy engem kétszer vízből küldtek el, hogy ők ebben nem vallanak termosztát cserét. Mivel az egész szívósort, ami itt van a motor elején, mindent le kell venni, mert ott van alul. Tehát se felülről, se alulról nem lehet csak úgy hozzáférni. Milyen szerviz az? Hát, nem tudom, tehát érdekes, mindegy, megcsináltak. Akkor mondtam, nézzenek rá, ugye erre a kokszolódásra. Sajnos nem láttam, és képet sem csináltak, azt mondták, hogy nem vészes. Én nem érzek tüneteket, hogy valami baja lenne, ilyenkor szokott, hogy rángat a motor, nem jár egyenletesen, ez ilyet nem produkál. A motor eddig egyszer volt úgymond probléma, de akkor is csak rámiesztett. Jöttem haza a munkából, mentem tempomat 100-zal, és ez csak kiírta az autó, hogy alacsony olajnyomás, állítsam le motort azonnal. Hát szintén egy kisebb szívroham, azonnal megálltam, leállítottam, de nem volt semmi fura hangja az autónak. És megint beindít... olaj? Volt. Tehát egyből megnéztem, persze maximumig volt, nem csöpögött belőle sehol, motorteret is átnéztem. Bestartoltam, nem írt ki hibát, mentem vele egy 500 métert, megint kiírta. Jó, én nem kísértem a sorsot. Azért, mert előtti pár nappal a munkahelyemen, ahol dolgoztam, volt egy szintén egy 5-ös GTI tulaj. Na, neki ugyanezt a hibakódot írta ki, csak a motorot meghalt. Tehát mondta, hogy mikor szétszették a motorját, annyira el voltak tömődve az olajfuratok benne, uh-huh, hogy nem ment olaj a vezérműtengelyekhez. Ezért a vezérműtengelyek megszorultak annyira, hogy a vezérmű szíj, vagy a lanc oldaltal letörte a fogaskereket a vezérműtengely oldalról, és ugye az egész motorot fompet összeakadt. És akkor pár nappal később nekem is kiír egy ilyen hibát, akkor azért az úgy para. És mi volt a vége? Szerencsére csak egy szenzor. Egy olajnyomás szenzor volt, aha, a hiba. De egyből trailer hívtam, elvitték. Úgyhogy ennyi. Ennyi. Mind hiba, ennyi volt. Még egy klímakompresszort kellett menni cserélni. Ha ezt hibának lehet mondani, szerintem ilyen közel a 20 évhez 200.000 km felett ez szintén ilyen kopóalgat résznek mondható valamennyire. Hát ugye milyen? Igen. Aha. Egy gyári kulcs, úgyhogy kicsit meg van kopva, de... Jaj. A belsejében igazából nem sok mindent változtattam, ledek vannak ugye. Jó, hát az... De az ilyen alap. Ugye nem túl extras az autó, ebben is sokan beleköttek, mikor feltettem egy nagyobb összegért. Ugye nincs benne ülésfűtés, nincs benne multikormány, nem DSG. Ugye hát ez mindenkinek a vágya a DSG. Én szeretek váltogatni kézzel, úgyhogy nekem az negatívum volt, a DSG-t nem akartam. Nem volt benne egy orlagkönyöklő sem, és én raktam bele. Nem volt benne tempomat, azt is én rakattam bele utólag. Ez a középső kijelző, ez csak ilyen a kisebb volt, ami csak az alsó, csak a felét nézzétek. De ugye az típus hiba, hogy elhalványodik egy idő után. Tehát megöregszik, és amikor bemelegszik a kijelző, egyszerűen nem látsz rá semmit. És mondta, hogy nagyobb, annyiba kerül azt kicserélni, mint belerakni egy ilyen nagyobbat, úgyhogy
ez lett belerakva. Illetve nekem annyira nem tetszik a gyári kék szalmazás és piros mutató, ezért kék mutatók vannak benne, és fehérre van atletezve. Aha. A mutató. Azt full ki kellett szedni az egész egységet, és leforrasztani róla a ledeket, konkrétan ez úgy? Igen. És hát itt tudom most felkapcsolni, annyira nem látszik. Hát az most nem fog látszódni. Nem. A kék mutató az látszik. Viszont szép este. Még a rádió van, ez pedig egy RCD 360 Pro. Tud Android autót, CarPlay-t, Bluetooth van benne. Szerintem jól működik. Arrérték aranyban szerintem megéri. Mert most már kicsit, én még 90 ezer forintért vettem ezt innen Magyarországról. Uh-huh. Most ilyen 120. Tehát drágult egy kicsit. De én meg vagyok vele elégedve. Egyszer-kétszer van csak, hogy esetleg megakad, vagy ilyesmi. De jó tudom, akkor ez gyári rádió, csak a de kínai... De fullbe vagy, amúgy? Mármint, hogy úgy megakad, vagy mi az, hogy megakad? Inkább csak a kijelző, tehát... Eltűnik a kijelző, vagy ilyesmi? Nem, például játszok el egy zenét, és akkor bár a zene szól, viszont mondjuk megakad például a cím, tehát tovább teszem a zenét, ja, akkor csak ilyen kis-kis. Meg egyszer volt olyan, hogy kint alt, talán egy hétig, mert amúgy az autó mindig garázsban áll, de akkor egy hétig kint alt télen, ilyen elég hideg volt, mínusz 11-12 fok, és akkor annyi, hogy kb. Egy órán keresztül nem tudtam a hangerőt adni rá, tehát hiába tekergettem, nem reagált rá. De ez úton kiolvadt, lehet csak befagyott, nem tudom. De azt hiszem ennyi. A gyorsulási adatok, a kéziváltósnak 0-100-ra 7,2 másodperc, DSG váltóval 6-9. Szóval az 3/10-et csinál az a DSG váltó. Nem tudom, hogy meg lesz a 7-2. Én erősnek érzem az autót. Csíp, bármi? Nincs. Van. Nincs semmi. Nincs. Teljesen... Tudomásom szerint a motoron nincs módosítás. A légszűrő van rajta egy valamilyen lefújó szelep. Azt nem tudom milyen. Nem látni a markáját. És jelenleg középső dob nincs az autó alatt. Tehát volt alatta ugye a 76-os nyitott rendszer, csak, akkor csak a hátsó dob volt rajta. Akkor érezhető jobban ment egy picit. Tehát rendesen szerintem érezni, hogy nem egy úgy az autó, mint akkor. Aha. De én szerettem, engem nem zavart hosszú távon se. Ilyen, hát jó, 140 felett azért már zúgott eléggé, de rossz aggóta, hogy 90-100-nál szerintem élvezhető volt. Hát csak nem jött egy emelkedő, mert akkor azért... tekerheti bármi a hangerőt, az a zúgás, nem tudta semmi elnyomni. Nincs semmilyen durrogós, csattogós program az autón. Akartam, ezért is vettem rá a downpipe-ot. Ugye mert ebben gyarlag két katalizátor van. Uh-huh. Van egy ilyen előkatalizátor, mindjárt turbo után. Van egy lent, és ugye két hangtompító. És ugye ezt váltottam ki egy végig egy 76-os csővel, és csak a gyári GT hátsó dobolt rajta. Akkor tudott 117 decibelt. Úgyhogy hangos ez volt, tehát... rossz. Igen. És ez ugye csak egy helybe alva gazdagat volt annyi, menet közben terhelésen nagyon. Tehát nem sokszor hallottam kívülről az autót, de kegyetlen hangos volt. Tehát van ismerek csoportból, akik tényleg végignyitott rendszerrel mennek, hogy ez hogy bírja, oké, nem tudom. Akkor bár nem úgy, mintha a program lett volna rajta, de azért kicsit durrogott vissza, ilyesmi, visszaváltásoknál, gázelvételné, jó móka volt. Most is kicsinálja kicsit, de már nem annyira. Azért még zúg hátul, prüszköl elől. Igazi hülyegyerek autó. Váltáson egy picit lehetne amúgy még javítani. Kettesben fixen nincs meg a 100, ugye? Megpróbálhassuk, de úgy tudom, a nagyobb óra szerint 100-nál tilt. Aha, az valószínűleg lesz meg. Innen lehet, próbálkozni tudsz, innen biztos, hogy rosszabb lesz egyébként.
Egyébként 7.58. Nagyon a végén ott grafikonon is látszik, hogy ott elfogyott. Igen, a turbomotor, szóval jár, hogy a 6000 után mannyira nem éri meg forgatni, mert ott már nem megy úgy. Aha, igen. Most oké, 7000-nél tilt, de... Jó, hát figyelj, kiszállok, aztán próbálkozhatsz. Ha ilyen izé, DSG sem váltasz ilyen izé, kb. Gázevéte nélkül, mint a, az a 46-os srác, nem nézted azt a videót? Ez mit váltott? Nem. Na mindegy, ha van... Tudod, nem akarom azért kinyírni csorit. Jaj. Na fél, ezt itt hagyom, és miért magától úgyhogy? Igen, egyébként, hogyha ha a híd alól indulsz, onnan megvan. Onnan megvan? De a 0-100, na fél, 7.16. Van egy 7.16-os időd 0-100-ra, meg 7.45. Próbáltam itt elvinni, ha azt mondom. Milyen mérföld egyébként? Fél, ez meglett, az 15.10. 0.79-es emelkedővel. És hát azért durván emelkedik. Hát itt, ugye itt. Igen, meg, igen, tehát az itt látszik is a grafikonon ugyanúgy, úgyhogy... Azért mondom, hogy ha akarsz egy reális negyedmérföldet, akkor a híttól indulj kb. Mm. Megpróbálhatsz még itt egy 0-100-at, hát ha lemegy hét alá. Megpróbálom. Na? 6.96, viszont... Tényleg? Minusz... Ja, invalid lett? 9-es. Innen indultam. Ah, igen. 7.15. Eddig az a normális, ami valid. És az a legjobb. 0.09-el. Durva. És a negyed mérföld? 14.84 a 7.15-ös 0-100-hoz. Úgyhogy az jó. Az fasza. Nem számítottam rá, hogy annyira kaparni fog. Hát, tessék akkor. De ahhoz képest, hogy nagyobb, vagy bocsánat, nem nagyobb a felnie, ez a gyári felnie? Méretben? Igen, a felnie az teljesen gyári. De mondjuk nehezebb, könnyű. Attól még lehet? Nem, könnyebb. Biztos? Valahogy igen, igen, 10 kiló egy ilyen ilyen 10,1. Hát a gyári, nem tudom mennyi, emeltem nehezebb. Azt szerintem vagy 13-14 kiló. Aha, az meglepett, mert egyébként a gyárik általában azok úgy, ez, lehet, az hogy az nem olyan nagyon... szépek, de jók szoktuk lenni. Súlyba is. Többör, az a baj, hogy akkor szóval vastagok a küllők rajta. Ja, 7.16. Hát de jó az képest. Figyelj meg, amúgy a grafikon is tök jó, tehát hogy váltás is amúgy teljesen jó, az egész... Hát, nem kapar, ennyire jobb lenne egyik, de azon nem nagyon tudok most javítani, mert ha 30 fok lenne, akkor nem tekeri el, hogy ezt már próbáltam. Hát igen, mondjuk azt meg a motor nem szereti annyira. Igen, igen, igen. Hozzá a gyar értéket, nagy high solar látta van, úgyhogy én boldog vagyok. Kiderült, hogy nincs rá semmi. Amiről nem tudok, én elég értelem. Ennyi. Hát akkor köszönjük. Jó van. Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!